Sziasztok, Krahen vagyok, és ismételten egy Castle Crash résszel jelentkezem, amit már a címből így is úgy is tudtok, de tök jó érzés elmondani. Hát ebben a részben Guild Wars lesz a téma, de most látom, hogy van egy épületem, ami elkészült, úgyhogy fejlesztek gyorsan egyet, hogy időspórolás gyanánt. Jó. Nem is tudom, mi lett kész, de akkor nem vész kárba, mert legalább a híróbázisokat fejlesztem. Na, eltértem a témától, úgyhogy Guild Wars-ra térjünk vissza. Még nem néztem meg, hogy milyen ellenfelek vannak, nem tudom, miért a boss-t indítottam el. Úgyhogy nézzük meg az elsőt. Hoppá, itt van egy 149.000-es, meg egy 140-es, meg több 100 X-ezres. Egyelőre ez viszi a prímet az első. Bár... hát ezt megnézem, csak a poén kedvéért megnézem, de csak így megnézem. Szó szerint megnézem. 200-asokat ez biztos nem tudom legyőzni. Úgyhogy visszamegyek a 149 ezeresre, valószínűleg ez se fog sikerülni. De egy próbát megér. És még lehet, hogy jó is. Na, nézzenek oda. Lehet, hogy... jó. Hát, merre van itt a több? Jó, ide lerakom a... Ariaszt, és ide lerakom a Grizzlyt, hogy hagyjussa ezeket a kis bigyókat, legalább megöli előre. Ariaszt meg addig sebzi itt a jó népet. Remélem, hogy túlélik. Remélem, hogy Bubló elég képzett a feladat megoldására. Meg ugye Mini Angi. Bár annak még csak azt hiszem 3-as a skill-je. Majd lehet, hogy felhúzom, hogy jobban túléljék. Mondjuk még a Warlockot elhozhattam volna. Akkor ugye az is hősöket támadott volna, vagy az is hős támadott volna, és akkor így középről elindulhatott volna. De szerintem ez így önmagában is úgy látom, hogy egyelőre jó. Bár kérdés, hogy túl fogják-e élni, ugye itt a tornyok miatt mondom. Hát meglátom. Ha más nem, akkor... hát a PD-t ide lerakom. Ah, nem tudom. Jó, már csak a school él, úgyhogy... hát a PD-t ide leteszem. Hogy hagy üssék egy picit gyorsabban itt a jó népet. Így, és akkor ide lerakom a school-t. Így, így. Jó, hát akkor leteszem ide a vizét is. Jó. Közben ez bombáz, és akkor nem tudja ütni a... vagy nem tudja lestumolni a torony a hőseimet. Na, ez egy királyságos volt. 382, nem is néztem, hogy mennyi a pont. De ez így tetszik. Na, el akartam szólni magam, jó, hogy nem szóltam el. Hát ezeket itt most egyelőre kihagyom. Brutál a bázisa. Hát igazából nem a bázis brutál, csak hát... csak hát... Jó. Akkor amondó vagyok, hogy... csereberélni kell. És még hozzá mondjuk a... hát a PD helyett mondjuk a Warlockot hozom, hogyha tudom. Még kicsi a Santa. Na, a Warlock hova bújtá? Lehet, hogy valamelyik toronyban van benne. Nem. Akkor egy ilyen bigyóban van benne. Nem ebbe. Hoppá. Így, így.
És akkor azt az a PD? Nem. Na, PD. Így. Jó. És akkor a varlokot hozom. Jó. Nem is értem, hogy hova kattintok néha. Megpróbálom itt a jó népet leigázni. Na, hát remélem összejön. Ide lerakom a grizzlyt, ide lerakom. Hát, lerakom Ariaszt, és akkor úgy tervezem, hogy ide lerakom a varlokkot, ide meg lerakom a DD-t, és akkor remélem, hogy ezek így összedolgoznak, és akkor így szépen kiírtják itt a népet. Célzott hősírtás. Remélem, hogy összejön. Csak a school ne, school halljon meg. De ne úgy, ne. Újra jelett. Nem jó. Ez le fogja pusztítani a népet. Ez így nem lesz jó szerintem. Nagyon nem lesz jó. School a school törd. Jó, a varlok meghalt, az nem probléma. Járulékos veszteség. 370 pont. Hát ez egy nagyon taktikás kivitelezés volt. Nagyon jó, eddig jól haladok. Jól haladok, úgy látom. 750 pont kettő meccsből. Jó. Hát akkor vissza kell cserélnem a varlokkot a PD-re, és nézzük meg a következő áldozatot, hogy melyik is lesz az. Hát, azt hiszem volt itt nagyobb, megnézem itt a nagyokat, vagy a nagyobbakat. Ugye attól függ, hogy milyen a bázisa itt a figurának. Hát ez elég necces ittem. Jó, ezt most így idéglenesen skipelem. 125. Fú, 188. Az igen. Megnézem itt a 130-124-es. Jó, nem tudom. Hú, hát itt minden van. Ja, egyelőre ezzel a hárommal megpróbálom. És hogyha nagyon nem sikerül, gondolom nagyon nem fog. Á, ott 200-as a Minotaur. Így. Tornyok már lőnek. 20% nem, és még semmelyik nem halt meg. Jó, nem kockáztatok. Ezt kihagyom. Megnézem ezt, hogy ennek milyen a bázis szerkezete. Hát, Evo 2-es itt, ez itt nem jó. Jó, azt megnézem. 125. Hát, az a baj, ezek már itten mondhatni majdnem mind ilyen Evo 2-esek. Ezek a nagyobb pontúak. Jó. Hát ezt ilyen durbele-bumbele módszerrel megpróbálom. Hogyha a school meghal,
és mondjuk én túlélem, akkor az lehet, hogy jó párosítás. Jó, nem kísértjük a múlt heti, ja, nem is a csütörtökét inkább, mert a csütörtök ez elég gyatrához került. Jó, hát 147 pont is jó lesz nekem, én úgy gondolom. Úgyhogy a Grizzly és az Arias páros az, remélem, hogy így nem fogja megtenni a hatását, mert Evo 2-esek, mondjuk még nem 200-asok, úgyhogy az még segíthet rajtuk. Jó van, gyilkoljátok, úgy-úgy, na ez szép volt. Még egy ilyen, Arias és Grizzly csapás, és akkor utána egy-kettő ki is hal. Csak úgy kéne, hogy a... Mi az a Skullnak? Így kéne meghalnia, hogy a Grizzly ölje meg. Á, nem fog összejönni, úgy látom. Nagyon nem akarja az igazat. Na, hajd meg! Ú, nem halt meg. Hát remélem a... Á, nem. És 36%. Hát jó, megpróbálom, nem számít. 50%. Hát, tuti, úgy sejtettem, hogy így lesz. De a lényeg az az, hogy megnyerjem. 100%, akkor már jó. Jó, és ott maradt egy főépület. 7%-ot ér. Hol van? Nem baj, jó ez így. Na, folytassuk tovább a Guild Wars-t. Csak nem tudom, hogy melyikkel. Hát ezt lehet meg kéne próbálni. Még van két lehetőségem. Á, ezt a 126 ezerest megnézem, hogy ez mit tud. Jó. Hát akkor innen indulunk. Nagy reményekkel. És akkor remélem, hogy tényleg nagy remények lesznek. Csak éljék túl. Nem számít, a PD meghalt. De a lényeg, hogy túléltem. Na, király. Király. Na, úgy látom, már csak ez az egy épület maradt. Na, folytassuk. Hát jó kérdés, hogy melyik olyan következő áldozat. Megnézem, hogy melyiknek van elég pontja, hogy jó legyen. Azt hiszem, ezt nem tudom megölni. Megnézem, helyette azt a másik 120 ezreset majd. De szerintem ezt is láttam. Sőt, be is próbáltam. Nem. Itt akkor ennél megnézem ezt a 120 ezereset, hogy ez mit tud. Hát ezt inkább kihagynám.
Akkor 119 ezres. Jó. Ez aránylag jó lesz. És akkor ezt is ilyen dur bele boom üzemmóddal szerintem. És akkor szerintem innen támadunk. Mert akkor innen két hőst kilőttem. És akkor van esélye, hogy talán a Vlad kihal. Talán. Vagy én. Jó, ezt újra próbálom a Vlad felől. De ez tetszik, ez nekem. Hú, ott egy school. Hát mindegy, innen a Vlad felől indulok el. Hú, ott egy Molt Annika. Jó. Hú, nagyon rossz irányba mennek a hősök. Fú, ott a school az kiírt mindenkit. Üssétek le a skullt, üssétek le a skullt. Gyerünk, gyerünk. Hát most már mindegy. Akkor ott belül a skull üsse le azt az épületet. Ó, hát a druid leverte. Na. Ja, hát gondolom nem egyedül. Közre játszott a többi is, de túléltem, és itt ez a lényeg. Na, újabb 340 pont. És akkor úgy érzem, egy nagyon jó eredményt zártam. 1788. Na, ez zombi apokalipszis. Az igen, 1800. És 125 ezres. Akkor olyan egész jó teljesítettem 1788-al. ezer pontunk van, nekik 8000, szóval szerintem maradunk az első helyen. Na, igazából ebbe a videóban ennyit szerettem volna. Ha tetszett a videó, akkor lájkold, és hogyha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor azt tedd meg nekem, és következő videóban találkozunk. Sziasztok!